lehetőségük miatt kell ezt a távol lépésben készíteni a testületülésen. 2023. november 1-én lesz megelőzően a pénzügyi bizottsági ülést tartottunk, ahol 127 napján is mondhatjuk a pénzügyi bizottság és elfogadás javasolta mindent. Mielőtt rátérnék a napirendi pontokra, szeretném tájékoztatásul az aktuális információt megosztani önökkel, ez pedig a következő, hogy a hónapokkal ezelőtt bejelentették, hogy a számlázatok pénzintézetnek a bankautomatára áthelyezése kerül, ez a mai napon megtörtént. Elméletileg 24-48 órán belül a helyszínen fog működni az ATM, ahol kezdtem szívnak kivenni változatlan módon. Ennek az új helyszíne, a Mindvice 2, a vállalkozók háza belső udvarán, a terasz alatt a volt régi világboltnak a helyisége lett átalakítva, azt találta a bankbiztonság szempontból, bankbiztonság technikai szempontból megfelelőnek a bankoda telepítették. Ez azt is jelenti, hogy a nap 24 órájában már nem lehet zárva a kiskapu, tehát az utca fronton kérdezik azt, hogy a holnapi napon kihetesíti a vállalkozókat, és ennek a helyiségnek kültérésznek folyamatosan előrehúnak kell, hogy legyen. Ez egy dolog, ami fontos és aktuális. A másik dolog, ami fontos és aktuális, de mint dátumokat nem tudunk, átalakításra fog kerülni a posta rendszere Tengericen is, csak rendezlen az országba. Erre a helyszínre a Pánter László által üzemeltetett egységet fogják kialakítani. Ami információ van, és el tudok mondani, hogy egy másik helyiség lesz hozzájutva ehhez a helyiséghez, amiben most működtetik a kollektózót. Ennek a posta jóváhagyását kell, hogy belemélést kell, hogy adja. Ha ez megszületik, akkor elméletileg a záros határidőn belül megtörténik a postának az áthelyezése, és a másik postai intézményt be fogják zárni. Ehhez azért nem mondottunk dátumokat, sok minden kerülhet a településen. Hivatalosan egyetleg lehet elsősítenünk, kérdezik még az önkormányzat felé, tehát hivatalosan nem tudjuk még összeíteni, hogy ez mikor fog megtörténni. Jelenleg az előkészületi munkával folynak. Ez a két fontos információ, amit előzetesen szeretném volna megosztani önökkel, aztán a képviselőtársaimmal. A következő pedig technikai dolog csak, hogy a gazdasági okokra való tekintettel természetesen felvegyéhez hasonlóan, hiszen ugyanolyan árak terveik az önkormányzat valamilyen intézményi gáz szempontjából, mint egy évvel ezelőtt. Ezért a gazdasági spórolás és takarékosság szempontjából a mai naptól, tehát november 21-től a márciusi hónapi testületülésén rendszerességgel, ami egy esetleg két alkalommal itt a könyvtár helyszínében fogjuk megtartani az iskola ezer épületén, és előre is köszönjük szépen a helyszín biztosítását. Ezen túl valamelyik képviselő testületülés itt fog márciusi évben. Ennek a technikai bejelentésnek bejelentést követően megkérdezném a képviselőtársaimat, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatosan egyéb bejelentési napirendi pontot csak tájékoztató jelleggel szeretném majd ismertetni a képviselőkkel és önökkel a még futó projekteket és annak az állásait, valamint egy-két információt szeretném megosztani. Napirendi pontokon változtatást nem kívánok, zártást nem kívánok tartani. Köszönöm szépen, még mindig a tátérnék a napirendi pontokra, engedjék meg, hogy ismertessem a lejárt és a lejárt határidő határozatokról, 1-2-3-4-5-6 volt a szám szerint, ez a képviselőtársaim megkapták, ehhez esetleg kérdését észlelni, amit ma nem. Mondnátok, aki egyetért kérem készfeltartásra, köszönöm szépen. A következő hagyományos módon előterjesztése beszámol az átfogó hatáskörben hozott döntésekről. Polgármester döntése elmúlt képviselőtestületési óta egy darab volt, ez számít is attól, hogy ehhez van esetleg valami észrevételük. Nincsen, akkor kérem közfeltartásra ezt a kérdést. Köszönöm szépen. Még mielőtt átérnék a napirendi pontokra, annyit szeretnék elmondani, hogy november 21-éhez képest még egy testületülésünk lesz az előállítólag december 5-én, akkor lesz a most testületülésünknél a tárgyi időszakában vagyunk, és az egyben a
lesz. Ezt követő, ezen az alkalmon nem tudok beszámolni, de a következő igen, ez pedig 2024 januárjában lesz, ahol a polgárőrök és a tudókkal valójában fogjuk tartani egy egyeztetést, ahol a tengész település a tűzoltó szertárnak az előkészítése zajlik, van folyamatban, és annak az engedélyeztetése. Ennek a megvalósítása 2024 tavaszában fog megtörténni. Ennek a helyszíne, a Petőfi utca, önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan az, ahol a parkolót biztosítottuk a művelésért számára, ott fog felépülni egy gondoló kocsinak és egy polgári kocsinak a szertára 50 négyzetméterre, valamint az összes technikai felszerelést át kell költöztetni a vállalkozók házából a két egyesületnek. Ennek a megvalósítása nyilván elsődleges élvez most minden egyes civil szervezet támogatása esetében a 2024-es évben. Ennek a szertárnak és ennek a gondoló egységnek a technikai biztosítását mindenféleképpen szeretné az önkormányzat megvalósítani. Ezt szerettem volna mondani, hiszen sok kérdés érkezett hozzánk, hogy jár ez a megvalósítás. Rátérjük a napirendi pontokra. Az első napirendi pont az önkormányzat 2027 évi költségvetéséhez szóló önkormányzati rendeletnek a módosítása. Nézőbizottság tárgyalt elfogadási javaslat, átadnám a kollégának Ildikónak, hogy röviden is megtesse ezt a napirendi pontot. Vége december, általában december 15-ig már kérdben lesznek. Örökkel a testkedülésén, majd valószínűleg december 5-ig be tudok számolni. Igen, a befizetés az március 15-e és szeptember 15-e határidővel van, évente kétszer. Elég érdekes az év, mert ugye a nagy befizetők ebben az évben sajnos kevesebbet fizetek, már jelezték is ugye, hogy kevesebb lesz a bevétel. Viszont az adóerőképesség ezáltal kimozdítják az önkormányzat adóerőképességből, tehát a kompenzáció alapján, hogyha magasabb az adóerőképesség, akkor kevesebb összeget szűk az önkormányzat, de nem abban az évben, hanem a következő évben. Tehát most a 2024-es év ebből a szempontból egy érdekes év lesz, mert plusz forrásokat is várhatnánk, de nem tudjuk, hogy olyan fog ezt alakulni, tehát egy nagyon érdekes év lesz, de december 5-én a kompenzációt azt meg fogjuk tudni, elméletileg már a képviselőnek a számítani. A elfogadási javaslat, a napirendi pont kérem közfeltartási javaslat. Köszönöm szépen. Következő napirendi pont a kettes. Tájékoztató az önkormányzat 2023 évi 1/3-negyedéves gazdálkodásáról. Szintén a pénzügyi bizottság tárgyalta, és szintén Ildikónak adnám át a szót, hogy is rendesen röviden. Köszönöm szépen. Az egy kiegészítésként annyit mondok, hogy ebben az évben számtalan, nem tudom megszámolni, nem is készültem ezzel, de számtalan olyan elvben nem látható dolgot kellett elhárítani, ami nem volt a költségvetésbe tervezve. Ezért minden egyes alkalommal képviselőtestület a költségvetés tartalékkeret terhére döntött azokra a viszonylagos esetekre, amit igényen nem tudtunk az államtól, hanem tartalékkeretünk, ami a gondos gazdálkodás köszönhetően van egy tartalékkerete az önkormányzatnak, ezért ezeket a beruházásokat
nem fejlesztéseket, hanem működési problémának az elhárítását kellett végrehajtani. Csak két példát mondok, ami a nyarat érintettek, de számtalan volt minden mellett. Természetesen jogos igényeket próbáltunk kielégíteni, ami a fejemben van és nagyobb összeget érint. Nyilván apróbb összeget is pontosan, de nagyobb összeget érint. Ez a, például az óvodában volt egy szennyvízhálózatnak egy régi problémája, véglegesen megadta magát. Ezért az óvodának és a bölcsődének, mint intézmény újra üzemeltetése, hogy ne vegyenek ebben részt semmi, és a nyitvatartást ugyanúgy tudjuk tartani majd a nyár végén. Ezért közel 5 millió forintos beruházást kellett végrehajtani, és nyugvópontra tettük ezt a problémát. Ahogy ezzel még nem is végeztünk, már jelentkezett az iskola konyhájánál egy olyan szintén csatornálási probléma, ami egy régi problémát kellett megoldani. Ez azt hiszem, hogy közel egy másfél millió forintos probléma volt. Aztán történt évek alatt a Kishidai bevezető útnak a nagy melegben történő beton testeknek a robbanása, az elmozdulása. Elmozdultak, ennek körülbelül majdnem 3 millió forint volt a költség vetése. Volt kisi Júlia Majorban és az Óvoda utcában jogos észrevétel, ahol munkadatokat kellett elrakni, ennek körülbelül 2 millió forint volt plusz a költségvetése, és akkor még mindig nem álltunk meg. A Gindi utca végén az állandó iszap és sávfelhaladásból jogos igényel értek az ott lakók, hogy egy vízelvezetői rendszer próbáljunk végrehajtani, ez körülbelül 1,5 millió forint, ami most jelenleg is zajlik a napokban, lesz vége. Tehát ezek mind azok a költségek voltak, amit a képviselőtestületnek olyan döntéseket kellett hozni, hogy a változatlan működés szempontjából és az állam megóvásából kellett végrehajtani ezeket a feladatokat. És az még nem volt elegendő, akkor pályázat nélkül kellett megoldanunk az orvosi rendelőnek azon tető szigetelését, ami az esőzések alapján ugye a falatető borítását kellett végrehajtani, ez körülbelül 6 millió forint összeg volt, pályázati forrás nélkül kellett megoldani, és ugyanebben az időszakban, ugyanott nyilván ezek a problémák egy időben jelentkeztek, hiszen a bolgárok is körülbelül egy időben vannak, a Bagoly utcai szolgálati lakásának szintén a tető szigetelését kellett megoldani, ez körülbelül megint 2 millió forint. Úgyhogy ezek a beruházások voltak az idejében, ami nem szokott általában jellemző lenni, hogy az intézményeink, az ingatlanjaink és a vagyonértékeink a megóvására kellett ezt eszközölni. Ezt, ha nincsen tartalék keret, akkor úgy gondolom, hogy ez kivitelezhetetlen, hiszen most források sincsenek, amit nem lehetne bepályázni erre. Ezt szeretem volna kiegészítésként elmondani. Valóban olyan kiadásaink nincsenek, koncepció mellett megyünk, csak azokat tartjuk végre, ami jogos igény, és nyilván ez az első három évben, és akkor ott is időarányosan van a létszületésnek. Ez van esetleg valakinek észrevétel kérdése. Nem látok, akkor egyébként kérem készfeltartásához. Köszönöm szépen. Harmadik, helyi adórendeletnek a felülvizsgálata. Helyi adórendeletet olyan mértékben nem vizsgáltuk felül, hogy az adókhoz nem nyúlunk a 2023-as évben, ezért minden egyes olyan adó az marad egy nyugvópontra, ami eddig a lakosok megszoktak és fizették. A 2000 a helyi adórendeletnek a felülvizsgálata módosítása. Nem tudom, hogy egyszerűen szeretném hozzá szólni. Nem, de szerintem végigettünk minden olyan információt beérni, ami alapján testület is hozzájárulhatott, hogy ne legyen megemelve a jövő évre vonatkozólag a egyik helyen sem. Köszönöm szépen, pénzügyőrösség támogat, a kérdés esetleg van-e valakitől. Annától egyetértően kérem készfeltartási jelzőt. Köszönöm szépen. A negyedik napi rendőpont a temető szolgáltatási díjának a felülvizsgálata. Szintén abban maradtunk, hogy a 2023-as, vagy ebben a 2024-es évben adó, vagy a temetői díjak felülvizsgálatában nem lesz emelkedés. Ennek egy fő oka van, hogy a tavaly előtti évben sok pénzt költött az önkormányzat a temetőnek a karbantartására, felújítására, ezért van nagy valószínűséggel. A 2024-es évben a kormánytól várunk egy kompenzációt, ami megsegíti a számításunk szerint, hogy ő nekem képviselő díjakat emelni. Éppen ezek a képviselőtestülete, meg a pénzügyminisztérium nem javasolt a képviselő díjak emelését. Ez kérdés észrevétel van-e? A másod, aki egyetlen kérem készfeltartásra lehet.
Köszönöm szépen, hogy van egy elfogadott ötös. 2024 évi belső rendezési terv elfogadása, belső ellenőrzési feladatok ellátása, a megbízó szerződés megkötése. A belső ellenőrzési feladatot ugyanaz a személy végzi el, természetesen mindig elmondjuk, ez olyan önkontroll, amivel az önkormányzat költ minden évben, és különböző területeket kislátatunk fel, ez a belső ellenőrzési terv alapján, és ez az a személy, aki már ismeri keresztül kapcsol az önkormányzat működését és azokra a problémákra, lehetőségekre hívja fel a figyelmet, amivel szeretne vagy pénzt forrolni, vagy ügyrendi dolgokat átalakítani, erre kérjük a figyelmét a belső ellenőrzésnek, erre a 2024-es évben ugyanannyi költséggel vállalja a belső ellenőrzés, mint a 2023-as évben. A 2024-es évben pedig el tudja mondani a jegyzőasszony, hogy mire fog rá fókuszálni az ellenőrzést. A belső ellenőrzés működtetése az a jegyző hatásköre, függetlenül, hogy az önkormányzat belső ellenőrzéséről beszélünk. Tehát nekem kell kiválasztanom a belső ellenőrzés, belső ellenőr segítségével, hogy mi legyen a következő ellenőrzés témája, és ugye meg van határozva, hogy adott 26 éven belül milyen ellenőrzési témák lehetnek, vagy mi célszerű, így a kockázatok alapján, a működés kockázatai alapján, és most úgy beszéltük meg a belső ellenőrrel, hogy a helyi adókkal kapcsolatban az adott nyilvántartása és a behajtásra fókuszál, hogy a szabályszerűen történik. Köszönöm szépen, a mérhető volt a kérdetek jelentés feladatásra. Köszönöm szépen. A következő napirendi pont a 6-os. A helyi választási bizottság tagjainak a megválasztása. Ugye azt már említettük, és már mondom, a lakosság nagy része ötében van. Ugye 2024-es évben helyi önkormányzati és Európa Parlamenti választások is lesznek, és úgy döntött a kormány, hogy ezt egy időpontban fogja megtartani. Ez a 2024 június hónapjában fog lezárulni, ezért már választási bizottságnak a megválasztására kell szerepet vállalni jegyzőasszonynak, és minden ismertetésen a tényleg fontos. Azért működnek a szavazatlanok bizottságok, tehát minden egyes választás esetén. Ez a helyi önkormányzati, meg a megyei önkormányzati, vagy vármegyei önkormányzati választásoknál, viszont helyi választási bizottság is működik. 5 tagból kell, hogy álljon, ebből 3 rendes tag és 2 pótag van. Na most jelenleg is van ilyen, csak ugye az önmandátumok lejár a szeptember 30-áig kell megválasztani a következő típusvert, az 5 tagú bizottságot, és az előzőekiekről fog lejárni. Na most az az 5 ember, akit az előterjesztésbe is felírtam, mindegyiküket megkérdeztem, hogy vállalja-e valaki már az előző típusban is ellátta ezt a feladatot. Van, aki még új, mivel az egyik személy elköltözött a faluból, aki bizottsági tag volt, ők helyette mindenképpen kellett egy másik emberkét, és az 5 fő a következő, Müller Gabriella, Bódai Jánosné, Csoktányi Csányi Júli, Béres Lajosné és Maláki István. Tehát ők elvállalják. A legtöbb feladatot, mint ahogy mondtam, a helyi önkormányzati választásnál fogják, vagy végzik el, többek között ők fogják a képviselőjelöltet nyilvántartásba venni, a szavazónapokkal kapcsolatban a sorrendet megállapítani, aztán majd az eredményét, a választások eredményét megállapítani, és mindenféle olyan kifogást esetleg elbírálni, ami érkezik a helyi választási irodához. Úgyhogy én az a kérésem, hogyha az 5 szemét rábólító testület akkor megválasztaná, és 5 napon belül esküt kell tegyenek, meg is van már időpont egyébként, polgármester úr előtt lefutva az esküt, és lesz egy alakuló ülés a bizottságnak. Most egyelőre elnyivel véget ért a munkájuk, majd végére fog ez igazán megindulni és érdesedni. Köszönöm szépen, aki a személyek jelölésével egyetért, kérem tesz fel a másik. 8. napi rendi pont, hetes, önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen területek bérbeadása. Ezt kiküldtük, hogy milyen területről van szó, ezért van egy tengeric, tengeric szőlőjű, még egy tengeric, tengeric júlió és tengeric szőlőjű helyzetszámú ingatlanok, amit bérbe vesznek, ott vannak a bérlőik. Ami van, hogy ugyanaz a bérleti díj, tehát nem változik.
hogy mindig beépítettem, hogy beépített ingatlanul a szívünk, hogy mindegyik egy vállalkozás, szeretném is vállalkozni. A szerződés születően ugye 5 évre minimum, a kegyedet 9-10 feltartásében köszönöm szépen. A következő most jön akkor a 8-as javaslat, érintésmentesen az önkormányzat mellett a valós ingatlanok 2023-ig hasznosítása a szó beszámoló elfogadására, tehát azok az ingatlanok, amiket megkaptuk, és ugye ezt nyilván minden évben le kell számolni, valóban gondozzák, az önkormányzat kollégái abban tartja útként, hogy nyilván tartva, hogy nem tudsz felejtek, ehhez ilyen megfelelő beavatkozásokat. Erre esetleg, hogy olyan van, hogy mulasztás történt a részünkből, akkor felvigyel a figyelmet, teljesen megfelelte az együttműködésünkre, az információkban nincsen. Ellátjuk, és beavatok. Kérdezik egyébként, hogy ez felvonásra. Köszönöm szépen. 9-es, megbízási szerződés önkormányzati építész foglalkoztatására. Ez a kötelező feladat, amit építész foglalkoztatni kell az önkormányzatnak. Ugye Béres Gábor látja el ezt a feladatot nálunk. 450 ezer forint nehézségi jelenében látta 2023-ban és 2024-ben is emelés nélkül látni szeretné ellátni ezt a feladatot. Mi az ő munkájában meg vagyunk elégedve, amit kérünk ellátja, ez a probléma nem volt. Ezt a tartalmat kötelező lehetjel, hogy az önkormányzatok viszi tovább ezen a költséget. A kérdőben egyébként köszönöm szépen. A következő a 10-es. 2024 évi központi nukleáris pénzügyi alaptámogatás igényről szóló képviselőtestület határozat visszavonása új határozatnak a meghozatala. Ebben a 10-es napirendi pontban a képviselők kettő fajta előterjesztést látnak. Ez abban az esetben történik, akkor, hogy 2024-es évben melyik szerződést fogják jóvá hagyni. Ezek minden egyes helyi település meghozza ezt a megfelelő döntést. Reméljük, hogy azok a tárgyalások, amit folytattunk, a célba ér. Ha igen, akkor ugye a következő tengész esetében azt jelenti, hogy magasabb összegezetben 27.300 forintot kaphatunk. Ha nem sikerülnek a tárgyalások, akkor pedig marad a 11.765.460 forint. Ezzel megyünk csatában, most ugye megfelelő testületi döntéseket meghozunk, és akkor így lesz a teljes az évvége ennek a döntése. Ezt a képviselőtársaim 2024. január végre felül már tudjuk, hogy elfogadjuk a tárgyalásokat, erről szól a képviselőtestületi döntése. Ha ezt jóvá hagyják, akkor kérem közfenntartásra nevezzük. Köszönöm szépen. Egyebek napi rendi pontra térnénk rá, kezdeném az egyebek napi rendi pontra. A Tengrész Petőfi utca Gagarinca összekötő útburkolat felújítása munkának a fedezetnek a biztosítása. Ugye, mint már láthatták, elkezdték a munkákat, és elméletileg ezen a héten folytatni fogják időjárás, ahogy engedik. Összekötik a két utcát, egy rendes útburkolattal. Ennek a pályázatát a Magyar Poszt programban elnyertük, a választási körzetben ketten pálcánkert és Tengrész nyert. Összesen azt hiszem, hogy 28-30 település pályázat és kettő nyertes pályázat volt, szerencsére az egyik a Tengrész önkormányzaté volt. Az elnyert össze 28.450.000 forint, viszont a lefolytatott beszerzési eljárás alapján a legolcsóbb árajánlat, ugye az április ajánlatok voltak, a legolcsóbb árajánlat 28.976.733 forint, így ezt már a tartalék keret elmére bruttó 972.582 forintot kellene biztosítani a költségvetés elvállalási tartalékából, azért, hogy ezt az utatba ezt az belőlezőt be tudják fejezni. Erre kérdünk szépen pénzügyutatság tárgya, elfogadás javaslata, erre kérdünk szépen a feltalmazást részletében, amit egyetek ilyen készületlenkésre. Köszönöm szépen! Egyebek napirendi pontra nem jönni tovább.
ez pedig a következő. A Gimbi utcában, a Gimbi utca végén történik a beruházás. Mint már említettem, a Gimbi utcának a sára leelletett részét és a vízelvezető részét a Magyar Közút végzélesztett fel, ott közel 1,5 millió forintért, és ezen a héten itt véget a járt is fogják adni, mint a leviszettek az utcát, amikor végeztek. Ez a két az a védelvezéssel csinálják a jobb vagy bal oldalon, megemelik az egész útfestet, hogy a leöntőtők ne álljon meg, hanem átjukban az úton, menjen a legelő felé, és ennek egy szilárd burkolatot is adnak a végén körülbelül 200 négyzetméternek a beépítés, és reméljük, hogy ott az utolsó 8-10 lakó az utcában el fogja fogadni most már ezt a vállalatot, nyilván mindenki tudja, aki ott lakik, hogy miről beszélünk. A következő, amiről szeretnék beszélni, az pedig a kárpátaljai testvértelepüléssel kapcsolatosan próbáltam hívni a polgármester urat tegnap is, a mai napon is, hiszen felháborodott bennünket ugye, hogy január 1-től elfogadták azt, hogy január 1-től sem az óvodában, sem az iskolában magyar nyelvet nem használtak, csak hivatalosan ukrán nyelvet. Délután 15 órától 16 óráig beszélhetnek elméletileg magyar nyelven az iskolában és az óvodában a gyermekek, és a velük és a vezetés az őket oktató magyar pedagógusok is. Ez így van, akartam vele beszélni, hogy milyen problémákat küzdenek most. Sajnos nem tudtam beszélni, kétszer is próbáltam, hogy nem tudtunk egymással, nem tudtunk a telefonon. Elmondom, hogy hol van, viszont ez borzasztó megviselte, akkor nem tudom, ezt a tudományos parlament elfogadta, és a kisebbségekkel ezt nem csinálták, hogy ezt nem tudom, hogy a körülbe pedagógus is, és iskola igazgató is, ezt nem is nagyon értem, hogy hogyan gondolták, hogy egyáltalán nők a hozadéka. Amikor tudtam vele beszélni, akkor remélem december 5-én a következő képviselő testületben tájékoztatni szeretném a képviselőtársát, hogy hogyan lesz. A következőről szeretnék beszélni, ez pedig a művelési háznak és a sportcsarnok a működtetése, tengely szőlőm és rendrendszer is. Sokan úgy gondolják, hogy az intézmény működése már a múlt és minden rendben van, sajnos elkötelezettségükkel mindenkit, mert ugyanazok a szerződő számon vannak a gázra, mint ezelőtt egy évvel. Ugye a következő döntést javasoljon a képviselő társadalom és a pénzügyi bíróságban már tárgyaltuk le a képviselőtestet, valamennyit tudok, amelyik tagja tudnak jönni a döntést. Nyilván a tankerület vezetőjével a napokban lefelejük ülünk, vagy telefonon beszélünk, vagy személyesen, és csinálunk egy próba hónapot, mert azt jelenti, hogy a sportcsapat költöző 18 napon küldeni gázzal, és a nagy csapatban a tűzgép előtt egy 13 napos temperáló ütéssel működik, amit mondnak a napon. Itt hónap lesz egy gázba rakat, és egy hónap meg egy utalakas, hogy körülbelül az milyen költségben tudja a kamerak vezetőjével értelemben egyeztetni, hogy vállalható-e közösen, vagy külön, akkor meg tudjuk jönni. Ez a sportanokra vonatkozóan. A művelési házakra vonatkozóan csak az iskolának a keretein belül a táncoktatást engedélyezzük a művelési házban a szerdai napokkal, hiszen a nagytermektől biztosítva a napkollektorok napelemeknek biztosítva a napkollektorok, úgyhogy az önkormányzatnak aznak a különös összegben belül, valamint decemberben nem van a Vadvánpára, a Karácsony Vállalatokségre biztosítva tartjuk, de egyéb más olyan rendezvény, a napterben kívül szükségelteti, hogy a gáz nem tudjuk működni. Azt jelenti, hogy mindenki érzes világos legyen, hogy a napterben a kívülmérés alapján rájöttünk arra, hogy a napterben tudjuk működni a belemmel, különösebb költség nélkül, a villámhelyiséget tudjuk biztosítani. Tehát hogy olyan rendezvények vannak a családi összeértele, hát a napterennek a fűtésével, az a téli hónapoknak kivehető, hiszen a légkondicionálókkal körülbelül 20 fokig tudjuk folyamatosan biztosítani, így van arra az óra, azt a két számban előtt kérik, tehát erre van, lesz megoldás egész télen. Az, hogy az egész házat működtessük gázzal, továbbra sem lesz lehetőség. Tengeri szőlőeg esetében
tengerszőlőgy esetében az önő működtetése nem megoldható télen, abban nem magunk engedélyt. A művelési házat lehet működtetni olyan esetben, amely nem az egész épületet foglalja magában, hiszen ott csak rászműtés van, viszont ez alól kivétel pénteken, csütörtökönként a nyugdíjas klubnak a működtetése, klub szerint minden héten, valamint pénteken a tengeri szőlegért egyesületnek, mint egyes civil szervezet működhet a nyugdíjas klub helyiségén belül, és ezen kívül, az a pénteken, ezen kívül pedig szombatonként két váltásokat működhetnek a gyermekeknek foglalkoztatási, foglalkoztatási szakkörök esemény bármi, szintén a nyugdíjas klub helyiségét. Így próbáljuk áthidalni, egy kicsi említést adni tavalyi évhez képest. Nyilván minden egyes hónapban ott az ott elfogyasztott gáz természetesen minden intézmény úgy működik, hogy minden intézmény minden hónapban írják a kollégák a gázfogyasztást is, folyamatosan ellenőrizik ezeket. Hogy miért hoztuk ezeket a döntéseket? Azért, mert az összes intézmény, beleértve az önkormányzatot is, orvosi rendelőt is, művelődési ház, sportcsarnokon is csak úgy tudjuk üzemeltetni, hogyha nagyon szigorúan megfigyelünk ezekre a kutatásokra. Tesszük mindezt azért kivéve a bölcsőde és az óvoda, hiszen ott a piciknek az ellátás szempontjából ott a fűtés nem megoldható, ott nem lehet temperálni a fűtést, nem ahogy gyerekek egésznek a földön maszkálnak, ők vannak, hogy nyilván ez a fűtés, és fenntartjuk azt az intézményt, oda van csoportosítva most a koncentrálnak ebben az energia árakban, de az összes többinél természetesen a védőnő helyisége is légkondicionálóval, képkondicionálóval van, de előre költözik az első irodába, de tavaly nagyon szépen kipróbált tesz magát, és köszönöm szépen minden intézmény vezetőnek, és aki civil szervezet az ön, és egyáltalán ezt megértett, hogy igen, tudjuk ezt átidalni. Ez is vezetette ahhoz, hogy az idén a rengeteg problémát és pluszkiadást meg tudtuk állítani azokat a hibákat, amelyek problémát okozott. Tehát ezek vonatkoznak a kulturális intézményre, a sportintézményekre, és aztán majd nem látjuk, hogy milyen térnek néznek előre. Én neked minden más nem szerettem volna mondani, érvezményen viszont alatt esetben esetben valami. Történt egy változás, köszönöm szépen, történt egy változás, ami szintén a művelési területen van. Pálmely Judit a személyében kérte a közös megérzésen történő munkaviszony megszüntetését. Ezt a munkaviszony december 1-től megszüntetjük. Ezt a munkakört most jelenleg nem töltjük vissza létszámban. Ez azt jelenti, hogy december 1-től Zsibritáné fogja ellátni ezt a feladatkört olyan megosztott munkakörben, hogy a könyvtárat és a művelődési házat, nyilván most a téli időszak az egy faramúci helyzet, de a művelődési házat és a könyvtárat együtt fogja üzemeltetni, meg fogják látni, aki látogatja, a megváltozott nyitvatartási rendel fogunk kijönni, ezt föl lesz a honlapon is, közé tesszük, és ő fogja ellátni minden is szervező feladat. Határozatlan idővel szeretnénk felvenni, és ahhoz még hozzátartozik, hogy jelenleg az ő szakmai végzettsége nem elegendő ez a munkakörhöz, ezért legkésőbb 2024. októberében őnek el kell menni iskolát elvégezni, hogy ebben a munkakörben maradhasson. Egyéb más személyi változás nem történt, bár a faluban már ugye nyilván ez egy korábbi információ, mert nyilván nagyon sokan hallottak erről. Semmi olyan probléma nem történt, ami személyes konfliktus adnak esetleg okot, vagy ilyen plekkákat hallhattak. Csupán arról van szó, hogy a vállalkozások, a családi vállalkozások a posta üzemeltetésén felé irányult, ezért az egyéb más okok miatt nem tudják megoldani másként, és úgy döntöttek, hogy családi vállalkozásban azt tudják folytatni. Ez az élet ilyen, természetesen megbeszéltük, tisztességgel váltunk el egymástól, megköszöntük egymás munkáját, és meg is fogjuk köszönni az eddigi munkáját, és én gondolom, hogy helytállt és megcsinált azokat a feladatokat maximálisan, amit a település elvárt tőle, viszont az élet más
kilangosodóta ezt a pillanatfajta tevékenységet, és ez az önkormányzatnak kell ezen nem felelni. 2024-es évben természetesen ebből a településen résztvevők valószínűleg nem fognak észlelni semmit, hiszen Csíbitáné Miki szempontjából olyan ember ismertik meg, aki kellőképpen angolis is úgy gondolom ezt a felület maximálisan fogjuk látni. Természetesen segíteni kell a lakosoknak, biztatni kell, hiszen egy ilyen feladatja az természetesen sok kihívással és sok-sok mindennel jár. Akkor most gondolom úgy, hogy a testületülést akkor lefejezzük. A következő testületülés december 5-én akkor várom a képviselő társadalmat, és köszönöm szépen.